Az M4-es autópálya építését megelőző feltáráson vagyunk most éppen, Tisza püspöki határában, Tisza püspökitől a településtől délre, a tervezett épülő autópályának a főpályáján vagyunk egyébként, egészen közel a Tiszához, illetve az épülő Tisza híthoz, és egy nagyon érdekes leletegyüttest találtunk ebben az évben, a múlt évben elkezdett, ásatást folytatva kerültek elő ezek a leletek. Az a település egyébként, ahol most állunk, a Tisza püspöki alatt lévő Holtisza part, ami egykor ugye nyilván élő víz volt, annak a partjára települtek le az itt élő emberek, illetve a településen belül, attól teljesen függetlenül, tehát nem függ össze a két dolog egymással, egy kisebb temető részletet is találtunk. Most éppen ez a temető részlet egyik sírja mellett állok, és ez ami nagyon érdekes ezen az ásatáson, és szeretném önöknek bemutatni. Ez a sír egy úgy tűnik a csontváz alapján, és főként a mellékletek alapján, hogy egy fiatal lab hölgynek, nőnek a sírja, a temetkezése. Az érdekessége egyébként ennek a leletnek, ennek a sírnak, hogy nem csak a nőnek a csontváza a található benne, hanem egy marhának a megnyúzott bőre is bele van téve a sírba. És honnan gondolom én azt, hogy ez meg volt nyúzva? Onnan, hogy ha megnyúznak egy marhát, tehát csak a bőrét választják le, akkor a végtagok és a koponya benne marad a bőrben. Nos, ezt a nyúzott maradványt ráterítették a halottnak, eltemették el, ugye először beletették a sírba a halottat, és a valószínűleg koporsóban volt egyébként eltemetve, és erre a koporsóra terítik rá a megnyúzott marhabőrt. Olyan sírt is találtunk egyébként az ásatás során, amelyikben nem marha, hanem megnyúzott birka bőr volt beletéve, de ez volt a jellegzetessége ezeknek a síroknak, hogy nyúzott állat került mellékletként, vagy áldozati ajándékként a halott mellé. Ugye rögtön az a kérdés, hogy akkor ezek kik lehettek, kik voltak ezek az emberek, akik itt Tisza püspöki mellett temetkeztek, és itt megtaláltuk a kis temetőjüket, sírjaikat. Úgy tűnik, hogy ez egy egészen késői 9. századi avar népcsoport, akinek a sírjait megtaláltuk. Volt olyan sír, amiben jellegzetes avar gyöngyszemek voltak a halottnak a nyakába, tehát egy gyöngysor volt a nyakába. Nagyon kevés melléklet van egyébként a sírokban, nagyon szegényesek ezek a sírok. A leggazdagabb az, hogy egy vascsat vagy egy vaskés van a halott mellé téve. Ebben a sírban sincs más, mint egy vascsata nőnek a medencéjén, és egy agyagból készült orsókarika a jobb keze ügyébe, készfeje közelébe behelyezve, és ezen kívül, ami még ugye a ritushoz, a temetési szokáshoz tartozik, ez a bizonyos nyúzott marha bőr, ami rá van terítve a halott lábára. De még a birka, vagy a marha bőrön, vagy a marha maradványokon kívül is tettek élelmet a sírba. A csontváz fejénél van egy állatcsont, ami valószínűleg, azt nem tudom megmondani, hogy milyen állatnak a csontja, mert én ahhoz nem értek, én régész vagyok, és nem az állatcsontokhoz kevéssé értek. Nem tudom, milyen állatnak a csontja, de biztos, hogy állat, és nem embercsont. Az is valószínűleg valamilyen élelem melléklet volt, amit a nő mellé elhelyeztek. Hogy ez a ritus ezen a területen, tehát az alföldi területen még nagyon kevés ilyen típusú temetőt találtunk. Szolnok megyében még nincs is nyoma ennek a bizonyos 9. századnak. A Dunántúlon viszont Győr környékén, Visegrád környékén már nagy sírszámú temetőket is tártak fel ebből az időszakból. Onnan tudjuk, hogy milyen korra tehetjük ezeknek a síroknak az eltemetését. Tehát ez mindenféleképpen egy különlegesség, ami az autópálya feltárása során előkerült, hiszen ez az időszak, a 9. század Szolnok megyében eddig még szinte ismeretlen volt.